Ugye az anyanyelvi oktatás fontosságáról nagyon sok minden elhangzott. Én úgy fogalmaznám meg az én rálátásomat erre a történetre, hogy ha megnézzük a kisembernek a fejlődését, a gondolataitól, a szavai keresztül, amiből fakadnak a tettei, a tetteiből a szokásai, a szokásaiból a jelleme, a jelleméből a sorsa, és a sorsa pedig az élete. És hogyha ez a gondolatmenet azon a nyelven fogalmazódik meg, amit a bölcsőjébe hall, mint anyanyelv, és az végigkíséri az egész fejlődése során, az iskolai oktatáson keresztül, egészen akár a mindennapi életéig, akkor tud teljes életet élni. És ezt csak akkor fogja igazán tudni felfogni, hogy ez jó volt, amikor ezt így meg is élte. Hát ami az iskolai élményeimet illeti, én talán az egyik legkedvesebb a betűvetést, amikor tanultuk, és elsős tanítónénim az elbetűt úgy tanította velünk, hogy az majdnem olyan, mint a fecske. És megmutatta nekem az első fecskés elbetűt a sorba, és mire végért az osztályt, addigra én rajzoltam villanykarókat is, villanyhuzalokat is, a fecskének szemeket, a fecskének a csőrét is, úgyhogy ez egy ilyen, amúgy el kell mondjam, hogy az egész tanulmányi pályafutásom alatt nagyon hálás vagyok azoknak a tanároknak, akik tanítottak és formáltak. Különösen a komáromi Se Jánosban töltött 4 év hemzsegett tanáregyeniségekben Káspár Tibor, Cókoly Béla és a többiek, akik mindig hálás szívvel gondolok rájuk.